A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfői döntése értelmében az NB2-től lefelé befejeződött a 2019-2020-as idény, így a megyei első, másod és harmadosztályokban is véget ért a foci szezon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyetlen sorozat ért véget a pályán a bajnokságok március 16-ai központi felfüggesztéséig, az U19-es lányok megyei futszál pontvadászatában a Nyírségen SC bizonyult a legjobbnak. Kvaka Árpád az MLS megyei igazgatója, így egy csonka idényt értékelt televíziónknak. Összességében azt gondolom, hogy különösebben nagyobb probléma botrányok nélkül elment ez a szezon, ez a teljes ősz is, tényleg ez a párforduló a tavasz folyamán. Ha azt nézzük, hogy a megyei másodosztályból, a megyei első és a másodosztály közt figyelembe vesszük, mindösszesen 2 egyesület volt, aki ugye a kizárás sorsára jutott, mind a 2 ugye a megyei másodosztályú volt, ott is igazából, ahogy az várható volt, az őszi polgármesteri választásokon történt változás következtében történt az, hogy az egyesület végül is visszalépett. A csapatok azért kiálltak, mérkőzések nem nagyon maradtak el, úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy rendbe lemehetett volna ez a bajnokság, hogyha nem jön közbe, nem történik ez az egészségügyi világ probléma. Pályán ugyan befejeződött az idény, de az igazgatóságon jócskán akadt tennivaló, egyrészt le kell zárni a 2019-2020-as bajnokságokat, másrészt elő kell készíteni a következő szezont, amellyel kapcsolatban még jócskán akadnak kérdőjelek. Hétfő este óta azért rengeteg telefont kapunk, természetesen a következő szezonnal kapcsolatosan érdeklődnek csapatok, illetve még vannak, akik ugye még ezzel a szezonnal kapcsolatosan is. Van mivel foglalkoznunk, hogy az amatőr licenc feldolgozása után a helyesbítő számlákat készítették el a kollégáink, gondolok itt a tavaszi versenyeztetési díjra, hiszen ne felejtsük el, hogy ugye az fél évente kell a játékvezetői díjakat befizetni a csapatoknak. Több száz számláról beszélünk, hiszen a különböző utánpótlás együttesekkel együtt közel 300 csapat van, mintegy 130 egyesületnek, amely ugye a bajnoki rendszerben versenyez a megyei igazgatósági hisze alatt. Emellett ugye a versenykiírásainkat is már szinte elkészítettük teljes egészében a következő évi, a 2021-es évi versenykiírásunkat, amikor ugye azért az elnökségi határozat most azért jó pár kérdőjelt feltette be a versenykiírásba is. Gondolok itt a nevezési határidőre is, hiszen az eredetileg július 3-án megjelölt nevezési határidő biztos, hogy tolódni fog, mivel ugye július 12-én még játszanak az NB1-be. És ugye pontosan tudjuk, hogy az NB1 is kihatással van a megyei bajnokságra, hiszen az egyetlen élvonalbeli csapatunknak a tartalék csapata a megyei első osztályban szerepel jelenleg, viszont ugye az is benne van ebben az elnökségi határozatban, hogy az MLS versenyigazgatósága ugye engedélyt ad arra, illetve döntötte, hogy élvonalbeli csapatok tartalék csapatot az NB3-ba indíthassák. Tehát amennyiben a Kisvárda benn marad, akkor valószínűsíthető, hogy ugye a tartalék csapatot az NB3-ban fogják indítani. Amennyiben viszont nem, akkor elképzelhető, hogy ugye a megyei első osztályba se szüntetik meg a tartalék csapatot, tehát ettől is függ azért a megyei első osztályuk összetétele, úgyhogy mindenféleképpen meg kell várni az NB1-es bajnokságnak a befejezését, és értelemszerűen, hogyha a megyei első osztály összetétele még nem biztos, akkor onnan lefele is természetesen várhatóak változások.